gondolom, hogy munkánk során az egyik legfontosabb szempont, hogy megfelelő precizitással járjunk el. A részletekben menőleg ugye a legfinomabb éleket, vagy akár a legfinomabb leggömbölyítéseket el tudjuk végezni, és akár koronát készítünk, akár héjat, akár tömést, a lehető legpontosabb munkát végezzük. Én mindig szoktam mondani, hogy egy fog egyébként is picike, most abban még egy pici kis üreget fúrunk, alakítunk ki, vagy akár pici vállakat, keskeny felszíneket finírozunk el, hát ott egyszerűen látni kell, tudatosan kell dolgoznunk. Ehhez elengedhetetlen szerintem a nagyítás, és ma már ez egy elérhető eszköz. Tehát én mindig azt szoktam javasolni, hogy a fogorvosok ezzel éljenek, ezzel a lehetőséggel. De erre lesz egy nagyon jó lehetőség a Dental World-ön idén 2016-ban. Megismerkedhetnek a jelenlévők két ragyogó külföldi előadóval, és mind az előadásokon, mind pedig a gyakorlati kurzusok során végig kísérhetik, hogy hogyan lehet ezeket felhasználni, használni ezeket az eszközöket, milyen előnyökkel járnak ezek az eszközök, illetve hogyan tudjuk a munkánkat pontosítani, gyorsítani, kvázi egyszerűbbé varázsolni a mindennapokat, úgy, hogy minden nagyon pontos lesz, precíz lesz, és teljes kontrollal tudunk majd dolgozni. 2016-ban az idei Dental World-ön két nagyon híres előadót sikerült meghívnunk, az egyik Maxim Belográd, a másik pedig Nazari Mikhailyuk. Ők világviszonylatban is elismert szaktekintélyek a mikroszkópia világában is, természetesen a restauratív vagy konzerváló fogászat témakörében is. Előadásokat fognak tartani, és gyakorlati hands-on kurzusokat fognak vezetni. Mindkét előadó az anterior és posterior régióról is fog beszélni. A Maxim Belográd az előadások során végig fogja követni az anterior és posterior régió direkt és indirekt helyreállításának lehetőségeit, a hands-on kurzusán pedig ezeket fogjuk megvalósítani, indirekt restaurátumokat fogunk majd készíteni. Természetesen mindenhol mikroszkóp asszisztálásával, tehát mikroszkóp használatával fogjuk ezt végig vezetni. Nazari Mikhailyuk front régióban fog inkább eseteket mutatni, minimál invazív technikára fog hagyatkozni, tehát a lehető legvékonyabb, legkisebb rétegvastagságú betétek, héjak elkészítéséről fog beszélni, és azt fogja nekünk bemutatni, hogy hogyan lehet legkisebb ártalommal kvázi helyreállítani mosolyokat, vagy színbéli, vagy formabéli eltéréseket.